Már napok óta érezhetően megnőtt a szekszárdi temetők forgalma. Erről számolt be híradónknak a kegyeleti helyeket üzemeltető cégvezetője. Ilyenkor gyakorlatilag az egész ország útra kell, ezért a rendőrség és a katasztrófavédelem óvatosságra int. Nem csak a temetőkben és azok környékén kell zsúfoltságra számítani. A tömegközlekedési eszközökön és az utcákon is rengeteg hozzátartozó lesz. Ezért a hatóságok azt kérik, mindenki figyeljen oda a személyes értékeire. Azokat érdemes lehetőleg a táskában vagy a kabátok belső zsebében tartani, de semmiképp sem szabad az autókban hagyni ezeket. Ékszereket pedig senki ne viseljen feltűnően. Az utak zsúfoltságából adódik az is, hogy gyakrabban fordulhatnak elő balesetek, ezért érdemes körültekintőbben vezetni a következő napokban. És mivel sokan akár több száz kilométert is utaznak, hogy felkeressék szeretteik sírját, fontos, hogy csak jó műszaki állapotú autóval induljanak útra halottak napja idején. Sokan otthon emlékeznek meg szeretteikről, ilyenkor különösen kell vigyázni a meggyújtott gyertyákkal és mécsesekkel. Tűzálló alapra helyezzük el, hogy a gyertya ne tudja felmelegíteni a környezetét, és ne tudjon meggyújtani semmi éghető anyagot a közelében. Az is fontos, hogy az éghető anyagokat távolítsuk el a közeléből, és hogyha elhagyjuk a helyiséget, ahol a gyertyát meggyújtottuk, akkor a gyertyát mindenképpen oltsuk el. A mécsesekkel és a könnyen lángra kapó koszorúkkal a temetőkben is óvatosan kell bánni, mondja a katasztrófa védelem szóvivője. Az éghető anyagokat itt is távolítsuk el a gyertyák közeléből, és amikor elhagyjuk a sírhelyet, akkor a gyertyát pedig oltsuk el. Tolna megyében egyébként az elmúlt években Mindenszentek és Halottak napja idején egyetlen tűzeset sem történt.